Hogyan tudnád értékelni a csapat felkészülését, a nyári munkát? Igen, most már úgy néz ki, hogy túl vagyunk a nehezén. Még van azért kívánni, hogy magát egy-két dolog. Kevés edzőmérkőzést játszottunk, tehát ez összesen három. Én ebben még hiányolom tulajdonképpen az erőlétben, még nem vagyunk ott, én úgy látom, mint ahogy kellene. Helyzetkihasználásban is még van mit javítanunk. Megpróbálom még edzőmérkőzéseket játszani, remélem, hogy ez jó felkészülés lesz a kupamérkőzés, valamint utána még valami két edzőmérkőzés kell, hogy optimális állapotba kerüljünk a bajnoki rajtra, mert előrébb szoktunk szerintem erőlétre járni. Ezzel a mérkőzésen is lehetett látni, hogy vége azért már egy kicsit nyögvenyelős volt, tehát úgy érzem, egy picit kifújt a csapat. A játékos keretben történt a változás, voltak-e távozók, esetleg aki abba hagyta a játékot, volt-e érkező? Hát a Geiger Roland eltávozott a Kosztóra, ugye ő, a kapus Patrik még függőben van, hogy hova távozik, és nagyjából a tavalyi keretet egybe tudtuk tartani, még a Petrovics Kevin gondolkodik, hogy mit éve legyen, maradjon, vagy menjen neki Németországba. Ugye hát a Filus Gabit nem kell bemutatni, a kiskörösieknek ő itt játszott, visszajött, remélem, ott tud segíteni a csapatnak, illetve a Mihály Dávid, aki most nem tudott munkai elfoglaltság miatt részt venni, ő egy belső védő, egy nagyon fiatal, ügyes, gyors belső védő. A Gabi ugye meg a rutin képviseli, én úgy érzem, hogy jó ütvezi a csapat, most megvannak a rutinos játékosok, megvannak a fiatal játékosok, akik tudnak futni. Itt is tulajdonképpen, ugye, ha Mihály itt van, akkor talán a legjobb csapatra tudtunk volna fölállni, tehát mindenki kész volt. Rengeteg helyzet még így is kimaradt. Én úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertük meg ezt az edzőmérkőzést a Sárbogárd ellen. Gratulálok, hiszen lőttél egy gólt, volt egy gólpasszod is. Hogyan tudnád értékelni a csapat teljesítményét? Hát ugye ez egy visszavágó volt az előző heti edzőmesnek. Úgy indultunk neki a csapattól, hogy ezt mindenképpen be kell húzni. Ugye bajnokságra készülünk, kupameccsre készülünk, és ez egy jó önbizalomnövelő volt. Szívós ellenfelünk volt, de szerencsére a csapat jól szerázódott, jól sikerült a csapat teljesítmény is, szerencsére az egyéni teljesítmény is összejött, és hát gratulálok mindenkinek, mindenki jól ment, és a cseréknek is egyértelműen. Azért már a felkészülés finisében vagyunk, ugye jön a Magyar Kupa meccs, lesznek majd bajnoki találkozók is. Magadról tudnál-e valamit mondani, hogyan érzed, milyen állapotban vagy, mennyire sikerült a nyári alapozás? Igen, lassan vége a felkészülésnek, én úgy érzem, hogy az egyéni, hát a kondícióm az úgy olyan 80-90%, de így is nagyon jól éreztem magam a pályán, de kupamecsre ez már 100% lesz. És szerintem a csapat is egyre jobb kondícióban van, úgyhogy szerintem jó erőkkel vágunk neki a bajnokságnak is.